2000-ben került a Hungária Takarék Jogelőd intézményéhez a Bonyhádi Szabadság téren álló épület. Akkor felújították, de az azóta eltelt 20 évben az egyre terjeszkedő pénzintézet a többi fiókjára koncentrált, és kevesebb figyelem jutott a székhelyként is működő Bonyhádira. Most ezt az adósságot is törlesztette a takarék, és egy hosszú hétvége alatt újjávarázsolták az ügyfélteret. Szebb mindenféleképpen, és annyival többet tud nyújtani, hogy azért egy picit elszeparáltuk azért az ügyfeleket, kicsit könnyebben tudnak ügyet intézni abból a szempontból, hogy azért mégis bizalmasabb ügyintézést tudunk megvalósítani. A takarékok átalakulásával nem csak a lakosság, hanem a térségben működő számos önkormányzati és vállalkozói partner juthat hozzá olyan szolgáltatásokhoz, melyek eddig nehezebben voltak elérhetők. Hogyha lesznek olyan típusú több milliárd forintos nagyságrendet kitevő finanszírozási kérdések, különböző például önkormányzati közműprojektek, vagy valamilyen pályázati kiíráshoz kötődő nagy volumenű finanszírozási igény, azt innentől már a bonyhádi kirendeltség, a bonyhádi kollégák is fogják tudni kezelni önállóan ebben a csapatnak a tagjaként, és nem kell egy bonyolult egyeztetés vagy partnereket bevonnunk. De ez csak egy, és még sok ilyen apró lépés, amire készülünk. Bonyhád polgármestere Filóné Ferenc Ibolya abban bízik, hogy a jövőben is megmarad az a fajta bizalmi kapcsolat, ami eddig jellemezte a Hungária Takarék és a város viszonyát. A takarék mindig egy kiváló és kimagasló társadalmi szerepvállalással élte itt a hétköznapjait a városban. Akár egyesületek, civil szervezetek, sportegyesületek, városi rendezvények, iskolai rendezvények sorát mondhatnám példaként az elmúlt évtizedekből. A nemzeti színű szalagot Potápi Árpád János államtitkár a térség országgyűlési képviselőjének jelenlétében vágták át a pénzintézet jelenlegi és korábbi vezetői.